Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban dr. Hajdú Máriát, az Ajkai Kórház orvos igazgatóját. Jó estét kívánok, igazgatóasszony. Jó estét kívánok, a kedves nézőknek is jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást. Ön, illetve Önök nemrégiben Finnországban, Ajkaváros testvérvárosában jártak. Szándékosan nem mondom, hogy kiránduláson, mert nyilván nem kirándulás volt, ez nyilván sokkal több volt annál. Tehát elsősorban mi volt a célja, miért látogattak oda? Ápolni a kapcsolatokat, vagy ennél több volt? Hát igen, úgy, ahogy mondta, testvérvárosban voltunk. Ennek következtében a Lapföld fővárosa, úgymond a Mikulás városban voltunk, és ők szoros kapcsolatot ápolnak az Ajka városával. Több, akikkel én találkoztam, tehát akik a szervezői voltak ennek a programnak, valamint résztvevői a finnektől, azok is már legtöbbjük járt Ajka városába, tehát nem volt számukra ismeretlen. Nagyon kedvesen fogadtak, nagyon összeállították azt a programot, amin mi részt vettünk, szinte csak este volt egy kis időnk, ugyanis teljes programot állítottak össze. A négy nap volt az ott tartózkodásunk, és az első nap, amikor megérkeztünk, akkor rögtön az ottani kultúrával foglalkozó hölgy volt a vendéglátónk, mivel már elég szürkület volt, mire megérkeztünk, hát a sarkörön van ez a város, egész váratlanul egy rén-szarvas versenyt láttunk, méghozzá közvetlenül a hotelünk előtt, ami nagyon különleges volt, ugyanis a rén-szarvas be van zárva egy ketrecbe, és mögötte síruhában és sífelszereléssel áll az az ember, aki fogja a rén-szarvasnak a kötőfékét, vagy valami hasonlót, és mikor a ketrecből kiengedik ezt a rénszarvas, kettőt egyszerre, akkor olyan őrült futásban kezdenek, hogy mi nem tudtuk lefényképezni. Nem voltunk felkészülve, hogy videózzunk, tehát egyszerűen nem lehetett. Ez egy külön attrakció volt, amit... Olyan különleges volt ez a futtatás, és akkor hát nyilván az nyert, aki hamarabb beért, amelyik rénszarvas hamarabb beért a célba. Ez volt, amivel úgymond fogadtak bennünket, és utána pedig egy vacsora keretében beszélgettünk az ottani kultúráról, nyilván ismerkedtünk mi is Finnországgal. Volt egyébként korábban már ott Finnországban? Vagy ezen én nem jártam, északon jártam, ellenben Svédországban jártam, Finnországban nem. Tehát teljesen nem volt ismeretlen azért a klíma az klíma ottani. Nem, igen, a klíma nem, hát mivel a sarkörön terül el ez a város, ennek következtében mi egy nagyon szerencsés időszakban voltunk, mondom én, mert ilyen 4-5 fokos meleg volt, olvadás volt, de azért nyilván mindent hóborított. Március végéről lévén szó, és ellenben nagyon sok napfény volt, tehát sütött a nap, míg ott voltunk. Lehet, hogy szerencsések voltunk, de nagyon szép kirándulásunk volt ezért. A kulturális programokon kívül úgy tudom, hogy szakmai programokon is részt vettek. Szakmai programon is, de talán először el szeretném mondani, a legnagyobb élményünk a motorosszánnal való kirándulás volt. Azt egy ottani házas pár szervezte számunkra, akik motorosszán versenyen is nyertek már díjakat. Azon kívül a férfi egy ott motorosszán tervező mérnök. És ez azért volt különleges, mert a befagyott folyójegén mentünk a szánnal, négy szán béreltek számunkra, és a befagyott folyón is, azon kívül a vadregényes, hóval fedett erdőbe is tartott az út, összesen 60 kilométert jövett menet, és különleges öltözetet kaptunk, síöltözetet, símaszkot, bukósisakot, tehát úgy különlegesen fel voltunk szerelve. Megadták a módját. És ez szinte egy egész napos kirándulás volt. Hát nyilván ebéddel összekötve, este pedig vacsorával. Tehát ez én szerintem mind a négyünk számára a legkülönlegesebb élmény volt, amiben részt vettünk. De visszatérve a kérdésére,
utolsó nap látogattuk meg Lapföld fővárosának a centrumát, ami egy úgy kell elképzelni, mint nálunk egy regionális centrumot, a kórházukat, mivel egész Lapföld lakosságát egészségügyileg ellátják. Na most Lapföld az nagyon nagy kiterjedésű, elég szorványosan lakják, és ennek következtében akár 500 kilométerről is kapják a betegeket. És ezt meg tudják, hogy oldani logisztikailag? És ezek szerint logisztikailag, igen, megoldják ezt a részét. Sőt, azt is elmesélték, hogy van egy régiók közötti megállapodás, mert ugyebár Lapföld átnyúlik Svédországba és Norvégiába. Ennek következtében, ha finnországi beteg mondjuk a svéd kórházhoz lakik közelebb, akkor a svédek fogadják. És ugyanúgy fordítva is, úgyhogy egy ilyen regionális együttműködés van. Centrumról lévén szó, ez egy nagyon komplex egészségügyi központ, nyilván járóbetegellátással, fekvőbetegellátással, fekvőbetegben is minden olyan osztályuk megvan, ami egy centrumhoz kell, mint például onkológiai osztályuk van, akkor van neki kardiológiai osztálya, sebészet, egynapos sebészet, járóbetegben is mindent ellátnak. De hát lényegében, hát mivel egy egész központi kórház, hát egyedül ilyen szívsebészet ilyesmi nem. Kérdeztem, hogy milyen a közreműködés, azt mondja, hogy nagyon szoros kapcsolatban vannak a Helsinki, tehát a fővárosi kórházakkal, és ebbe a centrumban oktatás is folyik. Gyakorlati oktatás, tehát egy nagyon komplex. Megnéztük, amit bemutattak nekünk, az a nőgyógyászati szülészeti osztály, hát nyilván ott járóbeteget is láttunk, meg fekvőbeteget is, egy jól felszerelt, hát nyilván a gépek meg minden hasonlóak. Európába jártunk, tehát ennek következtében annyira különleges dolgot nem tapasztaltunk. Összehasonlítva mondjuk az Ajkai Kórház felszereltségével? Nem tapasztaltunk olyat, amit én még úgy nem láttam volna, tehát úgy különlegesen, és érdekes volt számomra, hogy 320 ágyas a kórház, mert úgy gondoltuk volna, hogy egy sokkal nagyobb, mivel hát egy centrum, hogy egy igen, ekkora, igen, és épp hogy önt hallgattam, bocsánat, hogy külvágok, hogy hallgattam, hogy akár 500 kilométerről is hozzák a betegeket. Igen, mesélték. Nálunk meg akár 30 kilométer is gond lehet. Hát tehát igen, azért ez elég saját. Biztos, hogy logisztikailag teljesen más. Próbáltam én ott kideríteni, hogy mi van a körzetekkel, meg az hogyan működik. Hát én tolmácson keresztül beszélgettünk nyilván. Ennek következtében sokkal nehezebb volt ezt úgy kideríteni. Teljesen más, hogy szervezik. Tehát ezt a úgymond nálunk házi orvosi ellátás, körzetit, ez egy kicsit máshogy van. És én úgy éreztem, hogy igaz, hogy ebbe a centrumba olyan messziről is hozhatnak beteget, de ellenben a helyi körzetek azok sokkal több mindent ellátnak. Pontosan azért, mert messze igen, van, és biztosan, rá vannak kényszerülve. Akartam is egyébként kérdezni, de nagyrészt válaszolt is már rá, hogy mennyire látott bele a finn egészségügy szervezetébe, szerveti felépítésébe. Nem láttunk nem annyira nagyon, bele, mert a tolmácsunk az nem volt szakember. Nagyon-nagyon hűségesen teljesítette a tolmácskodást. Szinte minden mondatot szóról-szóra próbált lefordítani, úgyhogy le a kalappal a hölgy előtt. De ellenben, tehát annyira nem látta, és ez egy nagyon gyors, eljövetelünk előtt Tina napon volt, és ez egy nagyon gyors látogatás volt. Tehát feltétlenül akkor ilyen igen, szakmai részletekben nem is mentek. Nem, egyáltalán nem. Egy hölgy kalauzolt ott bennünket, és nem volt ilyen, hogy sem orvosokkal beszélgetés, tehát nem volt rá akar. Ezt akartam még kérdezni, hogy kollégákkal, kinti kollégákkal. Nem volt ilyen. Tehát akkor olyan tapasztalatokat nem tudott hazahozni, amit nem, egyáltalán. Én a szakmám, a patológus vagyok itt az Ajkai Kórházban, és meg is néztem a patológiát, de ott is pont a két főorvos nem volt ott, és tehát nem tudtam beszélgetni, semmi ilyesmit nem sikerült. Azért, mert
annyira szoros volt a program. Tehát azon kívül múzeumlátogatás is volt, a lapföldi népviselet meglátunk. Az artikumi látogatás volt, akkor megnéztük a jéghotelt, oda is beengedtek. És persze hát fő attrakció a Mikulás. Bocsánat, jéghotel az, ami jégből épült, ha jól. Jégből épült, értem, és igen. Belül is jég. És belül tehát is. A falak is jég, akkor vannak benne ilyen jégszobrok, tehát nagyon-nagyon különleges volt, és rendezvényeket is lehet, mert azért elég tágas rendezvényterem is van benne. Berendezés jég? Hát nem teljesen, de azért próbálnak nagyjából majdnem mindent, hogy jég legyen. És akkor mindenki nagykabába, sapkába kezdődött. Igen, felöltözve voltunk, nyakig felöltözve voltunk, de hát mi nem ott aludtunk, úgyhogy ennek következtében csak meglátogattuk. És aztán volt felszefogadás a Mikulásnak, de hát a Mikulás ő ide hozzánk is szokott látogatni Ajkára, úgyhogy ez egy olyan 5 perces program volt, amit videóra vesznek, fényképek készülnek. Hát lényegében a város ebből a turizmusból él. Én ott próbáltam kideríteni, hogy vajon a Mikulás, hogy úgy mióta van ez hogy maga Mikulás kultusz, hát mondták, hogy mivel a Mikulás több száz éves, ezért aztán több száz éve van, nem lehetett zavarba egyáltalán, és utána azt mondták, hogy persze azért a 80-as évektől van az, hogy a város ennyire ráépült erre a turizmusra. És rengeteg turistát láttunk, ahhoz képest, hogy március volt. Úgy azért én is azt gondoltam, hogy úgy karácsony környékén, nem. Egész évben azt mondták, hogy a turisták, és lényegében ez egy óriás bevétel, szerintem a városnak. Igazgató asszony, hazajött, ugye gondolom itt a kollégák a kórházban megkérdezték, hogy na milyen volt, mit láttál, mit tudtál szellemi ebbe hazahozni, tudott nekik valamit mondani? Hát persze, elmeséltem, mindenki kíváncsi volt az utunkra, de mivel én egy picit mindig, mivel hogy éjszakon jártam, annyira az egész struktúra annyira nagy változatosságot számomra nem mutatott. Igazgatóasszony, köszönjük szépen az élménybeszámolót, és ugye jött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a nézőket.